kívülről alkalmaztak kényszert ahhoz, hogy létrejöhessen egy talpraállási folyamat. Hát lehetne még tovább sorolni a hibákat, a szakmai oldalról, tehát a gömböc oldaláról egy nagy hiba és tévedés, hogy szót sem ejtenek arról, hogy a gömböc egy tömör szerkezet, amelynek a tömege hihetetlenül nagy, a súlya nagy és a költsége is nagy, mert a művészetek palotájában kiállított gömböc 200 ezer forintba kerül, holott léteznek olyan kenfeljancsi vagy talpra álló játékok, amelyek ugye ennek az ellenkezőjét tudják mutatni. De ha már itt tartok, akkor a találmányi hivatal adatbázisából kiderül, hogy a gömböc nem rendelkezik találmányi oltalommal. Nem találmány. A feltalálók nem feltalálók, hanem vitorlók. De van nekik egy védjegy oltalmuk. Itt van. Ezt a találmányi hivatal adta ki bélyegzővel ellátva. Tessék. És ez mit mond ez a védjegy? Ennek van egy nagyon érdekes része, amely nemzetközi osztálybesorolást ismerte. Ez az osztálybesorolást felolvasott. A nemzetközi osztályban árjegyzék szerint a gömböc a 14-es osztályban a 10 tárgyak osztályában tartozik. Ez az egyik fogalom. A másik fogalom a 28-as osztályba, amely a játékok csoportját jelölnek. A védjegy szabályzatnak táskában van egy megjegyzése, de már még nem 50 csoportot különböztetnek meg, és ebben az első csoport a tudományos osztály. És miért nem oda sorolta be a találmányi hivatal, amely nemzetközi törvények alapján működik? Miért nem a találmányok, hogy a tudományhoz sorolta be? Mert egyszerű játék. Na most ezt a vonalat, a játék vonalat nem csak a gömböz típusú játékok tudják, ott látható az ablakban a kínaiak által gyártott Kelfer Jancsi vagy talpra álló játékoknak a példája. Ezeknek az érdekessége az, hogy külön nehezéket tartalmaznak. Azt már nem vizsgálták se a szerzők, se a kiíróhatóság, se egyéb szervek, hogy miért alkalmaznak nehezéket a gömböc talpára. Azért,